Rakka egykor 200 000-es nagyváros volt, de jelentősen megszenvedte a szíriai polgárháborút. A város 2013-ban került a felkelők kezére, majd még abban az évben elfoglalták az iszlám állam dzsihadistái, akik 4 éven át kegyetlenkedtek az itt élőkkel. A várost 2017-ben szabadították fel, de az ostrom rengeteg civil áldozatot is követelt. Csaknem 3 éven át bombázta az Amerika vezette nemzetközi koalíció, és hónapokon át tartó utcai harcok zajlottak itt, mire sikerült kiűzni az iszlám államot. Több 10 000-en menekültek el a városból, és több mint 400 000-en a kormányzóságból. Milyen segítségre várhattuk az Egyesült Államoktól ennyit?